Kedves nézőink, a rövid kitérő után itt van velünk a stúdióban Jaskó Judit címzetes rendőrfőha, Nagy Akazinc-barcikai rendőrkapitányság munkatársa. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban. A témánk pedig az idősek ellen elkövetett csalások, vagy az idősek ellen csalási módszerek napjainkban. Talán fontos hangsúlyozni azt, hogy most októberben az idősek hónapja alkalmából talán még aktuálisabb, még fontosabb a téma, hogy az időseinket, szeretteinket, nagyszüleinket igazából megvédjük, megóvjuk ezek ellen a csalások ellen. Mostanában nagyon-nagyon sokat hallottunk, hogy idős embereket keresnek például azzal az indokkal, hogy unokájuknak kiadva magát, pénzt kérnek tőlük, hogy balesetet szenvedett az unoka. Igazából mit érdemes tudni erről? Unokázós csalók néven elterjedt ez a csalássorozat. Szeretném én is először üdvözölni a kedves televízió nézőket. Igen, egy 2-3 hete megjelentek az illetékességi területünkön az úgynevezett unokázós csalók. Ezekről a csalókról azt lehet tudni, hogy idős embereket kerestek meg telefonon, unokájuknak, gyermeküknek adták ki magukat, és azzal a történettel álltak elő, hogy autóbaleset érte őket. Nagyon-nagyon nagy bajban vannak, és azonnal utaljanak pénzt. Szerencsére a mai napra már ezek a próbálkozások egy kicsit alább hagytak. Ezt valószínűleg köszönhetjük annak is a gyors reagálásra és megelőzésre. Összeraktunk egy nagyon jó kis felhívást, megjelent a Color Line oldalán is, illetve a Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi Alapítvány oldalán, ahol szerintem példaértékű az, hogy 25 ezer ember látta, és több százan megosztották. Úgyhogy ezt szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ebben részt vett. Arra szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akiket esetleg még ilyenekkel megkeresnek, hogy ne essünk pánikba, ne kapkodjunk, tegyünk fel ellenőrző kérdéseket például, hogy mi a vezeték neved, akkor kérdezzük meg az unokánkat, mikor születtél, mikor találkoztunk utoljára, vagy kérjünk egy kis időt megfontoltan, hívjál vissza 5 perc múlva is, akkor a tényleges valós unokánkat hívjuk fel, hogy tényleg bajba kerültél, de pénzt ne utaljunk. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam, pozitív visszajelzést különben, illetve a kapitányság is, hogy az idősebb korosztály ezeknek a felhívásoknak köszönhetően nagyon jól reagálta le ezeket a dolgokat, és egyre kevesebbek az ilyen megkeresések szerencsére. Ezen kívül mindig visszatérő történet, ezek az úgynevezett trükkös lopások, amikor a csalók bekopogtatnak a szépkorúakhoz, idősekhez. Mit érdemes erről a csalási módszerről tudni? Mitől trükkös, milyen történettel állnak elő, milyen indokkal kopogtatnak be a szépkorúakhoz? Ezekről a trükkös lopást elkövető személyekről elsősorban azt érdemes tudni, hogy mindig valamilyen hivatalos indokkal keresnek meg minket, de kitalált történettel. Általában nagyon megnyerők, sok köztük a nő. Több részre is osztanánk ezt a történetet, szerintem nézzünk példákat. Vannak például, aki valamilyen szolgáltató cégnek az emberének adja ki magát, tigáz, émász. Mindenféleképpen legyünk azzal tisztában, hogy ezek az emberek, hogyha felkerestek minket, és hivatalos személyek tényleg, ők igazolvánnyal mennek, amin van egy azonosítószám, illetve megbízó levéllel. Az azonosítószámot különben elkérhetjük, és felhívhatjuk az émásztigázt, hogy valóban náluk dolgozik-e az adott ember. Hogyha valamilyen vízóracsere, gázóracseréről lenne szó, azt a szolgáltató mindig előre egyeztetett időpontban végzi el. Én arra kérném az idősebb korosztályt, hogy akkor is kérjünk meg egy szomszédot, egy barátot, rokont, hogy legyen ott velünk ennél a cserénél. Azért azt kell tudni, hogy ezek a trükkös csalók bekopogtatnak hozzánk, kitalálnak valamilyen indokot. Lehet, hogy rosszul étett színlelnek, bejönnek a lakásunkba, kérnek egy pohár vizet, és egy óvatlan pillanatban, amíg nem figyelünk, ők elveszik azokat az értéktárgyakat, amiket látnak, és elmennek, és nagyon személy leírás sincs róluk, nem tudjuk, hogy ők kicsodák, így nagyon-nagyon nehéz felderíteni. Úgyhogy mindenféleképpen azt javaslom, hogy ne engedjük be őket az otthonunkba, kérdezzük ki őket, hogy miért jönnek. Illetve sokan próbálkoznak díjbeszedéssel is például. Ezt is azért tudnunk kell, hogy se az émás, se a tigáz nem alkalmaz olyan díjbeszedőket, akik készpénzt vesznek át, mindig postai úton, illetve csekkbefizetést alkalmaznak. De nagyon-nagyon figyeljünk oda ezekre.
illetve kitérhetünk arra is, hogy vannak különböző bádogos, ablakos cégek, redőnyös cégek, akik mindig úgy keresik fel az embert, hogy most van akciónk, még egy hétig tart, gyorsan kell dönteni, és az idősebb korosztály sajnos ezzel tévesztik meg nagyon sok esetben, hogy kényszerhelyzet elé állítják őket, hogy gyorsan kell dönteni. Ilyenkor kapkodnak és belemennek a dolgokban. Én azt javasolnám, hogy mindenféleképpen kérjenek egy prospektust, amiben le tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg valós cégről van-e szó, mondjuk azt, hogy majd átnézem, később visszatelefonálok. Nagyon-nagyon sok cég létezik, és válogathatunk össze. Illetve azt mondanám, hogy ha már belemegyünk egy olyan dologba, hogy valamilyen felújítást végzünk, előleget soha ne adjunk át, mert lehet, hogy az előleggel eltűnnek, nem találjuk meg őket, és a munkát se végzik el. Az esetek nagy százalékában azért elmondható, hogy ezek a trükkös csalók, vagy ezek a házalók akár párosával járnak, hiszen nagyon-nagyon bevett szokás, hogy amíg az egyik mondjuk lefoglalja a szépkorút bent a lakásban, addig a másik igazából az értéktárgyakat meg tudja keresni, elvonják a szépkorúak figyelmét. Mire figyeljünk tényleg, hogy ne engedjük őket egyáltalán be a lakásba, vagy ha megtörténik esetleg netalántán a baj, hova tudnak fordulni, milyenkor a helyes teendőjük a szépkorúaknak? Én azt mondanám, hogy igen, ez nagyon-nagyon jellemző, hogy párosával járnak, és amit már elmondtam, hogy általában egy nő is van ebben a csapatban, aki megnyerő, és az öregek bizalmába jobban be tud férkőzni. Ha már megtörtént, én azt javasolnám, hogy semmiféleképpen ne engedjük be őket a lakásunkba, bármilyen rosszul létre hivatkoznak egyáltalán. Próbáljuk azért jól megfigyelni őket, tudjunk egy személy leírást adni róluk, de hogyha bent vannak a lakásunkban, soha ne hagyjuk őket egyedül. Hiába kér meg az egyik, hogy hozzak egy tollat a másik szobából, akkor inkább mondjuk azt, hogy nem köszönöm szépen, nem kérem, és akkor távozzanak, de én azt javasolnám, hogy egyáltalán nem. Hogyha úgy érezzük, hogy csalás áldozata lettünk, vagy észreveszünk azt, hogy a lakásunkból eltűnt valami, azonnal hívjuk a 112-t, de ehhez szükség van az, hogy egy személyleírást tudjunk adni. Illetve még javasolnám azt is, hogyha különböző értéktárgyakat tartunk otthon, ékszereket, azokról készítsünk egy leltárt, írjuk le, hogy milyen nyaklánc, készítsük róla egy fotót, egy rajzot, mert hogyha bármi is eltűnik, a későbbiekben könnyebb a kollégáimnak ezeket azonosítani. Összességében elmondható itt nem csak Kazincbarcika, hanem a szújvonzás körzetünkben is, hogy egyre nyitottabbak az idősek, egyre nyitottabbak a szépkorúak az internet világára. Szeretik felfedezni a közösségi oldalakat, a mainstream médiát. Mennyire rejthet veszélyt a szépkorúakra ez az új felfedezés, az ismeretlennek a felfedezése, azaz a világhálón való navigálás? Több mindent említenék itt igazából. Tényleg most a vírushelyzet kapcsán is, mivel az öregek általában otthon voltak, nagyon-nagyon sok megkeresés érkezett különböző internetes vásárlás, ismerkedő oldalak kapcsán. Ismerkedő oldalak kapcsán azt mondanám el, hogy ilyen csalók is nagyon-nagyon sokan megjelentek, akik az idősebb korosztályt környékezték meg. Volt olyan, aki hajós kapitánynak adta ki magát, aki külföldön dolgozik, és hogy küldjön neki pénzt, mert hogy nem tud hazajönni. Voltak, akik ilyen csapdában is estek. Én arra kérném az öregebb korosztályt is, hogy ne dőljenek bennek, ugyebár ők még nem élnek ebben a világban annyira régóta. Bárki készíthet bármilyen profiloldalt, bármilyen fényképet feltölthet. Ne higgyék el, lehet beszélgetni, de személyes adatokat ne adjanak meg magukról, ne áruljak el, hogy egyedül élnek, és pénzt semmiféleképpen ne utaljanak. Én ebben az esetben is azt javasolnám, hogy legyen egy olyan barátnőjük, egy olyan fiatalabb rokonuk, hogyha ilyen helyzetbe is kerülnek, tanácsot tudjanak adni, hogy ebben a helyzetben mit lépjenek. Az internetes vásárlás kapcsán, hát egyre több az internetes vásárlás és az ezekkel történő visszaélés is. Azt javasolnám, hogy ha már megrendelünk egy árut, először is ellenőrizzük le, hogy az az oldal, az a cég valóban létezik-e. Nagyon jó a céginformációs oldal, ahol bizonyos adatokat megszerezhetünk, hogy élő cégről van-e szó. Mindenféleképpen csak utánvétes vásárlást válaszunk. Ez miért nagyon fontos? Például a posta, vagy egy különböző
valamilyen futárcég kihozza a megadott árut, akkor azt nézzük meg, hogy tényleg olyan minőségűben kaptuk el, tényleg olyan mennyiségben kaptuk meg, amit megrendeltünk, és csak utána fizessük ki, mert nagyon-nagyon sok olyan feljelentés érkezik hozzánk, hogy előre kifizetnek egy nagyobb értékű árut, és az nyom nélkül eltűnt, mert a cég nem is valós, nem is létezik. Hogyha jófogásról, vateráról beszélünk, akkor pedig próbáljunk meg a megyéből vásárolni, amiért esetleg személyesen is el tudunk menni, mert itt is nagyon-nagyon sok ilyen visszaélés történik. Illetve, hogyha már bankkártyás vásárlást is választunk, azért azt is tudunk el, hogy a bankkártya adatainkkal is nagyon-nagyon sok visszaélés történhet, úgyhogy inkább maradjunk az utánvétes vásárlásnál. Ha mégis egy-egy idős vagy szép korú mondjuk internetes vásárlásra adna a fejét, mert netalán tényleg valami megtetszik és szeretné megrendelni, hogyan tudnak helyesen eljárni, ha mondjuk tényleg azt szeretnék, hogy megérkezzen az áru, ne csapják be őket, itt akár ebben az esetben megkérhetik a unokájukat, gyereküket, hogy segítsenek nekik, hiszen a fiatalabb generáció azért jóval nagyobb biztonsággal kezeli a világháló adta lehetőségeket. Igen, én mindenféleképpen ezt javasolnám, hogyha bármilyen áru megtetszett, tényleg erre szoktak rámenni az akciók is, hogy még egy óráig tart, még egy napig tart, és akkor az idősebb korosztály úgymond bestresszel, hogy le fog maradni arról az akcióról. Szerintem egy telefonhívást megér, az unokák egy másodperc alatt kikeresik ugyanazt az oldalt, hogy tényleg megrendeljem, szerinted érdemes-e, mindenféleképpen kérjük ki a véleményüket, hogy ne essenek ennek áldozatául. Vagy próbálják ki azt is, hogy összehasonlítják más oldalak ugyanolyan termékeivel. De én azt javasolnám, hogy tényleg csak megbízható és létező cég oldaláról rendeljenek. Nyilván bűnmegelőzés, illetve a közelgő ünnepek, akár a Mindenszentek, akár a Halottak napja, vagy a karácsonyi bevásárlás kapcsán fontos szerintem megemlíteni azt, hogy akár a temetők környékén, vagy egy-egy nagyobb bevásárlás alkalmával mindenképpen figyeljünk az értékeinkre oda. Milyen lehetőségeket, miket ajánlanál a szépkorúaknak, hogyha mondjuk elmennek egy nagyobb forgalmú bevásárlóközpontba, vagy akár mondjuk a temetőben Mindenszentek napján, mire figyeljenek, mire érdemes odafigyelniük? Először megemlíteném azt, hogy baleset megelőzési szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy megváltoznak a látási viszonyok. Mindenki nagyon-nagyon sok az idősebb korosztály akkor veszi elő az autót, hogyha Mindenszentekkor mennek a temetőbe karácsonykor vásárolni. Ellenőrizze le mindenki az autóján a világító eszközt, hogy rendesen működik-e, mert a kollégáim nagyon-nagyon szigorúan felfognak azokkal az autóvezetőkkel szemben járni, akinek ezek nem megfelelően működnek, mert nagyon-nagyon balesetveszélyesek. Lehet, hogy még arra is példa lesz, hogy azt az autót nem is engedik vissza a forgalomba, amelyiknek a lámpája nem úgy világít, ahogy kellene, vagy egyáltalán nem. Ilyenkor mindig nagyobb a forgalom. A temető környékén arra hívnám fel az idősebb korosztály figyelmét, hogy azért nagy tömeg van. Csak a legszükségesebb okmányokat vigyük magukkal, kevés készpénz, de azt is úgy tegyük a táskánkba, hogy biztos, hogy be legyen húzva a cipzár, ne tudjon senki hozzáférni, és fogjuk a táskát, mert nagyon-nagyon gyakori az az eset, hogy a sír mellé letesszük a táskát, mi addig elvisszük a szemetet, és már meg is történt a baj, és kideríteni, hogy kilophat el, az biztos, hogy nem. Ez akár érvényes lehet egy bevásárlóközpontba is, kocsiba, kosárba hagyjuk. Igen. A pénztárcánkat, iratainkat, hiszen zsúfoltságban nézegetjük az árukat a polcokon, óhatatlan, hogy mondjuk ezek a zsebtolvajok, vagy éppen a tolvajok kivegyék a kosárból, vagy a kocsiból az értékeinket. Igen, pontosan erre akartam kitérni, úgyhogy ezt már nem is mondom el, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a bevásárló környékén, a parkolókban is olyan helyekre próbáljunk meg leállni, ami ki van világítva, nem egy sötétebb helyre, illetve az utastérben ne hagyjunk pénztárcát, táskát, amiért már egy autófeltörőnek érdemes legyen arra, hogy betörje az ablakunkat. És ilyenkor megfigyelhető nem csak az öregebb korosztályra, hanem a fiatalabbra is, hogy sietnek, azon jár az eszük, hogy mit kéne vásárolni, nem zárják le az autót, egyszerű dolga van a betörőnek, illetve tényleg nagyon-nagyon fontos, amit te is elmondtál, hogy nagyon sokszor ott hagyják a kosarat táskával, kabáttal, és egy pillanat alatt megtörténik a baj. Úgyhogy talán ezek a legeslegeslegfontosabbak, amire
figyeljünk oda. Beszélgetésünk vége felé közeledve fontos talán arra is kitérni, hogy az ünnepek közelettével talán adakozóbbak vagy adományozóbb kedvükben vannak az emberek, illetve a szépkorúak, időskorúak. Ilyenkor nagyon-nagyon gyakori, hogy szintén házolás módszerével becsengetnek egy-egy szépkorúhoz, különböző adományokat gyűjteni, akár betegeknek, akár hajléktalan személyeknek. Itt mire figyeljenek az érintettek? Mindenféleképpen arra kell figyelni, hogy itt is, amiről már beszéltünk, hogy megnyerő külsejű, szimpatikus fiatal emberek vagy nők jelennek meg. Én azt javasolnám, hogy tényleg mindenki, aki úgy érzi, az adakozzon, de csak olyan szervezetnek, aki tudja magát igazolni, aki tud egy bankszámlaszámot mondani, vagy csekket tud adni. Ne dőljünk be annak, hogy megsajnáljuk az illetőt, és rögtön készpénzt adunk át, mert lehet, hogy csalás áldozatai leszünk. Pont ennél a témánál eszembe jutott a mi kis zsomborunk, hogy ugyebár neki is milyen szépen megcsinálták Facebook oldal, egy valós bankszámla szám áll rendelkezésre, azaz szervezetek. Percek alatt le lehet ellenőrizni. Valós a történet. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítanék, hogy nyilván, hogyha adakozni, és egy olyan ügy mellé áll, aminek tényleg szükséges, akkor adakozzon, de készpénzt házolóknak semmiféleképpen ne adjon át. Higgyék el, hogy bankszámlaszámon keresztül, illetve csak befizetéssel ugyanúgy célba ér a támogatni kívánt személy vagy szervezet. Köszönjük szépen a hasznos információkat a televízió nézők, illetve a szépkorúak nevében is. Az elmúlt percekben Jaskó Judit címzetes rendőrfőhadnaggyal beszélgettünk.